Köszönöm szépen. Tehát amikor Kata megkért, hogy a Sibrik-dombi ásatásnak az érveit határozzam meg, akkor nem sejtettem még, hogy egy ilyen végtelen feladatot kapok, mert jó esetben ásatásról egy-két tucat érem szokott előkerülni, úgyhogy most itt a legújabb eredmények alapján különösen átverve érzem magam. Nem a teljes anyaggal jöttem, hanem azokkal az évekkel, amik be vannak fejezve. Itt a táblázatból, vagy hát a feldolgozásokat befejeztem. A táblázatból látszódik, hogy a korábbi anyagokat is újrahatároztam, ahol szükséges volt, vagy illetve feldolgoztam. És hát ebből a táblázatból látszódik, ami nem egy nagyon meglepő dolog, hogy egy negyedik századi erőddel dolgozhatunk. Talán a pénzforgalmat jobban lehet látni ez a táblázat alapján, ahol valami harmadik század végi jelenlét látszódik, és aztán, hogy a Nagy Konstantin korától kezdődően fokozatosan nő az érmeknek a mennyisége, és aztán egy hirtelen véget ér. Ennek az egésznek az értelmezése nagyon nehézkes, és hát pont erről szeretnék részben rendhagyó módon beszélni, hogy így, amikor egy-egy lelőhelynek az érmeit értékeljük, akkor igazából egyrészt bajban vagyunk, másrészt nem is nagyon tudjuk, hogy mit csinálunk. Mármint, hogy numizmatikusok sem. Az előadásba szintén bevettem Kovács Gergelynek az adatait, aki a múzeum önkénteseként hihetetlen munkát fektetett abban, hogy szintén az érmeknek egy jó részét meghatározza, ezeket a táblázatokat is ő készítette. Itt talán látszódik, hogy a korai anyag egészen köztársasági érmek vannak, majd koracsászárkori érmek, és aztán a ember az anyag részben is, ugye ez más anyag résszel dolgozott ő, mint én, hogy előfordul egy-egy érem a harmadik század második feléből, illetve a negyedik századból, ahonnan az éremanyag többsége származik, 98 vagy még nagyobb százaléka, és egy megosztás, ahol ugye leginkább a kései időszak képviselteti magát, illetve a verdék szerinti megoszlás, amit ezt is mindig szépen meg szoktuk csinálni, én is millió ilyen diagramot csináltam, de pont az utóbbi hónapokban hallgattam több numizmatikai előadást, illetve én is, amikor ezeket a grafikonokat nézegettem. De hát ez miért jó nekünk? Tehát ebből a grafikonból én mit tudok megmondani? Az látszik, hogy tudományos munkát folytattunk, és bocsánat, nem a Gergelyre vonatkozik, hanem ez inkább rám és a más numizmatikus kollégákra, hogy olyan túl sok információval nem találkozunk. Igazából ugyanazt a megoszlást tapasztaljuk, hogy tudjuk, hogy az érmeknek a többsége Sziszkiából származik, mint minden más pannoniai lelőhely esetén. Az érmek igazából jó részt ugye Aquileából és Thessalonikából származnak, amik nem pannoniai verde, de ez egészen egyszerűen valószínűleg azért, mert hogy ez egy ilyen vámkörzet, vagy pénzügyi, a verde irányítási körzet lehetett, aminek nagyon sok más tanúsága van, például a verde jegyek kiosztása itt a Valentinianus korban. És egészen addig, amíg ezeket nem vetjük össze mondjuk legalább egy 5-6 másik lelőhelyről, ahonnan szintén szignifikáns számban ismerünk érmeket, hát olyan problémás, hogy mit is tudunk meg belőle. Szintén egy késő, az sziszkiai verdéből származó uralkodó megosztás, ami egyébként itt ebből a szempontból érdekes, hogy tényleg mondjuk a Valentinianus dinasztia óriási nagy számban képviselteti magát, míg a korábbi érmek, ahonnan az különböző építési periódusokat számoljuk, arányaiban nagyon-nagyon meglepően alacsonyak. Amire még mindig nem találtunk magyarázatot, hogy mi történik itt 375 környékén, miért áll meg hirtelen a pénzforgalom. Katával beszéltem, és azt mondja, hogy elképzelhetetlen, hogy például ezt az erődnek a pusztulásával össze lehessen hozni. Biztos, hogy van további használata is az érveknek. Hát gondoltam akkor valahogy, hogyha ezt értelmezni szeretnénk, hogy mit is látunk itt a Sibrik-dombon, akkor valami párhuzamot kell hozzáhozni. Elkezdtem kutakodni, és három késő római éremkincset választottam, közvetlen éremkincsek ezek.
de hogy mégis akkor lehessen mivel például összevetni az anyagot abból a szempontból, hogy egy éremkincsben azt találjuk, azokat az érmeket, ami egy adott pillanatban egy embernél volt. Tehát nem az, hogy a pénzforgalomban az évek során mit vesztettek el, hogy vesztettek el, hanem tényleg egy pillanatkép arról, ami az ő tulajdonát képezi. Ezek ugye nem érték, annyira értékpénzek, mint az ezüst vagy aranypénzek, hanem egyszerű részpénzek, tehát amiben a mindennapi pénzforgalom zajlott, amiben a katonák fizetését kiadták. És ugye Ságvárról, a Ságvár az itt található. Hál' Istennek itt a viszonylag pontos lelőhelyét is ismerjük a leletnek. A közvetlenül az őrtorony mellől került elő ez a kis lelet, hát inkább pénztárca vagy erszényleletnek, mint egy kincsnek tarthatjuk, és ennek ebből a szempontból nagyon örültem neki, hiszen akkor ez egy teljesen egyértelműen katonai körzetből származó lelet. Megnézzük, hogy a 156-ból 146 az a Valentinianus dinasztiának a pénzei, tehát korábbiak is előfordulnak benne, de így azt látjuk, hogy a katonasághoz a legfrissebb érmek köthetők, vagy legalábbis ezen a helyszínen ebben az esetben. Szabadbattyánból van a következő lelet, ami egy jóval jelentősebb számú, mert mennyiségben még a sibriki éremszámot is meghaladja, ugye 2822 darab részpénz került elő, feltehetően ez is félig meddig katonai környezethez köthető, és látjuk, hogy 2575 darab, tehát jóval több mint 90%-a az szintén a Valentinianus dinasztia időszakából származik, alig ismerünk korábbi pénzeket. Tehát úgy tűnik akkor, hogy ezek az érmek, amik katonai környezetből előkerülnek, úgy nagyjából az elvesztésük, elrejtésük azt az időpontot jelölheti, amikor ezeket használták nem sokkal a verésük után. Jöjjön a Szabadbattyán. Egy harmadik lelet, viszont már nem köthető a katonasághoz, ez Mór környékén került elő, ez is szintén egy kis erszénylelet, és itt már más arányokat látunk, ugye a leletnek csak mintegy kétharmada származik a későbbi időszakból, az érmeknek a maradéka pedig a Nagy Konstantin dinasztiájának az idejéből, ugye, tehát itt körülbelül valahol itt járhatunk. Azonban, ahogy megnyugodjunk, akkor gyorsan hoztam egy ellenpéldát, és hogy miért nem használható ez a tendencia, és miért nehéz a szorványanyagnak a kiértékelése. Böd bócsai új telep lelőhelyről származó érmeknek a megoszlása. Ebben a listában csak azok vannak, amiket még én határoztam meg, Mráv Zsoltnak a legújabb kutatások, és ezeket Szabadvári Tamás barátom dolgozza föl, azok nem szerepelnek ebben a listában. Igazából túl nagy különbség nincs az egészhez képest. Annyi talán, hogy a korai érmeknek az aránya az jóval nagyobb, mint a Valentinianus dinasztia érmei. Miért érdekes ez a lelőhely? Azért, mert ezt a Valentinianus uralkodásának a vége fele, ugye a Barbarikumban járunk, mutatom is, hogy hol, tehát itt vagyunk, egy soha el nem készült erődnél, ahol ugye a katonaság 373-ban elkezdi építeni az erődöt, kitűzik a falaknak, a tornyoknak a helyét, de a germánok, a kvádok elüldözik őket, kétszer is nekifutnak, kétszer is elüldözik őket, és egy hosszú háborúskodás kezdődik belőle. Tehát egy olyan lelőhelyen vagyunk, ahol előzmények nincsenek, tehát nem keveredik a korábbi időszakkal a leletanyagnak a pénzei, és tudjuk konkrétan, hogy egy éven belül csak egy pár hónapig vannak jelen a rómaiak, és csak a katonaság, és mégis egy ilyen furcsa grafikonnal találkozunk, ahol mindössze 4 darab érem van Valentinianus uralkodásának az időszakából, és úgy, hogy az uralkodásának a végén tartunk, és közben az érmei rendkívül gyakoriak. Tehát akkor megint fölmerül a kérdés, hogy a helytálló-e, hogy
az érmeknek az értelmezése is, hogy mennyire nyerünk pontos adatokat belőle. Ezt pusztán érdekességként hoztam ezt a grafikont, amikor Sostalics Ottónak határoztam az Ízeumban előkerült érmeket, szintén szórványleletek voltak, csak hogy mennyire óvatosnak kell lenni. Ugye látjuk, hogy Claudius alatt hirtelen viszonylag sok érem van, illetve Vespasianus alatt van egy kiugrás Antoninus Pius alatt, az utolsó szórvány érem pedig 176-ból származik, ami remekül passzol a 177-ben a szombathelyi lőtéren talált, tehát 177-es záródással szombathelyi lőtéren talált éremkincsnek a 170 záródásával, az egy több ezer darabos ezüstlelet, tehát egy eléggé jól datálható. És ha csak az éremforgalmat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye ekkor 177-ben elpusztul az Ízeum, és aztán egészen sokáig nem épül újra, egy darab Gordianus szórványérünk van, és igazából csak Gallienusztól jelennek meg újra az érmek. És ugye itt a negyedik századot most nem vettem be erre a grafikonra, de hát onnan rendkívül sok érmet láthatunk. Tehát egy annyira csalóka az egész, hiszen hogyha nem lennének más adatok, nem lennének feliratok, tehát nem tudnánk, hogy ez itt a gyakorlatilag az Ízeumnak a fénykora, akkor egy teljesen csalóka és félrevezető következtetéseket vonnánk le ebből az egészből. És akkor itt megint fölmerül a probléma, hogy hogyan értelmezzük ezeket a korai érmeket, történik-e valami a tetrarchia idején, és még mindig itt a problémánk ezzel a hirtelen záródással. Ugye Kata az előadásában már felvetítette ezeket az érmeket, amelyek egy épületnek az elplanírozott padlójából, vagy planírétekből a padló alól kerültek elő. Nagyon különleges éremlelet igazából, vagy hát valószínűleg annak csak a maradéka, ami itt a tereprendezés során ugye a földben maradt és a saját korában nem találták meg. Nem csak, hogy hasonlítanak nagyon egymásra ezek az érmek, de igazából ezek egyszerre készültek. Tehát lehet látni, hogy a verdejegy mindegyiknél cis, félhold, egyedül a beta, gamma, delta officina jelzések változnak, illetve Galéria Valériának is az érme pontosan ugyanebben az emisszióban készül Sziszkiában, és szórványban még ilyennel nem találkoztam, de igazából éremleletekben is hihetetlenül kevésszer fordul elő, hogy ennyire szorosan összetartozó érmek forduljanak elő. Úgyhogy itt azért is, amikor Katával beszélgettünk erről, mondtam, hogy ez biztos, hogy egy éremkincsnek kellett lennie, mégpedig egy olyannak, ami valószínűleg közvetlenül a Verdéből származik, tehát akár a katonaságnak a fizetésére, vagy bármilyen kifizetésre használhatták itt a helyben, hogy egyszerűen nem keveredett más érmekkel, hiszen ha a pénzforgalomba bekerül, akkor már nagyon gyorsan szétszoródott volna, illetve más érmek kerülhettek volna, és ugye fontos, hogy csak ezek kerültek elő ebből a rétegből, tehát egy nagyon jól tudjuk datálni, ez a 310-11-es kibocsátás ezt a réteget, és azt tudjuk, hogy akkor már kellett valaminek itt lennie, ami esetleg katonai jelenléthez kapcsolódik. Illetve szintén ez a négy érem még, ezek nem olyan szorosan együtt kerültek elő, de mégis nagyon fontos korjelzők lehetnek, ezek még az első tetrarchiának a nagy folliszai, ez a 300-303, ha jól emlékszem a pontos datálásukra, és szintén olyanok, amik a későbbi anyaggal jellemzően nem keverednek, tehát ezek általában mindig önmagukban vagy más korabeli pénzekkel együtt találhatóak meg, és akkor fölvetődik a lehetőség, hogy az, amit az az épület esetleg, aminek a pladírozásából azok az előző érmek előkerültek, akkor már ebben a korszakban esetleg létezhetett, vagy valami történhetett itt helyben. Ugye ez majd a régésznek a feladata. Sokszor ugye, aki meghatározza az érmeket, olyan nehéz helyzetben van, hogy előtte van egy zacskó és a leltári szám, de igazából fogalma sincs arról, hogy
honnan kerültek elő ezek az érmek, és pont azért mutattam ezeket a példákat, hogy nagyon nehéz emiatt az értelmezés, ezért fontos, hogy ahogy Katával is, hogy rendszeresen átbeszéljük, leülünk és közösen dolgozzuk föl gyakorlatilag az érmeket is, mondjuk a technikai meghatározás az elsősorban az én feladatom is. Egy pár térképet hoztam ahhoz, hogy egyáltalán próbáljuk értelmezni, hogy itt mi történhetett. Ugye innen kezdjük, ahol itt a Valerianus Gallienus közös uralkodásának a végén, esetleg Gallienus uralkodásának az elején. Egyébként hiányos térképet sikerült csinálnom, arra rájöttem, tehát egy pár lelőhelyet felejtettem, de lehet látni, hogy az elrejtett éremkincsek alapján gyakorlatilag az egész tartományban egy komoly pusztulással számolhatunk, illetve ami nagyon-nagyon érdekes, és elsősorban itt jött ki, utána más lelőhelyeken is sikerült megfigyelni, ugye, amikor itt Katának különböző ásatási érmeket határoztam itt a Dunakanyar térségéből, hogy azt vesszük észre, hogy körülbelül ugye a 250-es évektől eltűnnek az érmek. Nincsen éremforgalom, nincsenek érmek, olyan, mintha egyszerűen elhagyatott területek lennének, és valamikor a tetrarchia idején jelennek meg újra az érmek ezen a területen. Ugye sokszor, sokáig úgy gondoltuk, hogy ez véletlen is lehet, vagy csak valami helyi jelentőség, de lángolsója szerint bizonyos területeken, például a polgárvárosban, Aquincumban szintén ugyanez a helyzet, illetve Brigéció területén is, vagy teritoriumán is ugyanez a jelenség megfigyelhető. Nem feltétlenül jár pusztulással, tehát a Brigéció vásártéren föltárt incék alapján is, ahol ott is egy 252-es záródást feltételezhetünk a polgárvárosra vonatkozólag, hanem inkább egy ilyen elköltözés, ami megfigyelhető. Ehhez valószínűleg ugye hozzájárul az is, hogy a pannóniai legiók részt vesznek a harmadik század közepén a polgárháborúban, előtte Trajanus Deciusszal az Aldunánál is ott vannak, ahol ugye a gótoktól nagy vereséget szenvednek, és egész egyszerűen a csapatoknak a kivonása a területről, illetve hogy a polgárháborúban mindig a vesztes oldalon álltak, olyan szerencsétlenül alakultak számukra a dolgok. Egyszerűen annyira meggyengült a határvédelem, hogy a lakosság beljebb húzódik valahova a tartomány belsejébe, és amikor ugye adataink vannak arról, hogy a tetrarchia alatt mocsárlecsapolásokra, a szőlőtelepítésekre, mindenféle gyakorlatilag a tartomány újjáélesztésére van szükség, akkor nem az, hogy egy gérebben lakott területet kell újra meghódítani, hanem szinte egy teljesen elhagyatott területet, és hogy a mennyire koncentrálódik ide a tetrarchia tevékenysége, az, hogy gyakorlatilag a tartományból szinte csak innen vannak éremkincsek, ez a kettő, ez Claudius kori, hogy itt egy koncentrált katonai jelenléttel számolhatunk. A Konstantin dinasztia alatt igazából egy pár, de nagyon kicsike éremleletet ismerünk, ezeket értelmezni se nagyon merném, egyedül a nagytétényi lelet, ami jelentős, viszont egy érdekesség, akkor itt a Valentinianus dinasztia alatt, ami fontos lehet a Sibirik dombhoz is, hogy viszonylag sok éremkincset ismerünk, azt vesszük észre, hogy ezek már nem a határon, nem a Limes mentén rejtik el őket, hanem inkább a tartomány belsejébe koncentrálódnak, illetve a két szín pedig azt mutatja meg, hogy ezek azok a pirossal jelöltek, ahol van 375 utáni érem a leletekben, ezen a területen viszont nincsen 375 utáni érem. És egészében gyakorlatilag itt az Észak-Dunántúlon az a jelenség figyelhető meg, hogy első Valentinianus halálát követően, minthogyha megszűnne a pénzforgalom. Brigécióból, ahonnan nagyon-nagyon sok ezer érmet ismerünk, ha jól emlékszem, két, de lehet, hogy három kezemen tudnám megszámolni, hogy hány érem származik a 375 utáni időszakból. Valami történik, nem tudjuk pontosan mi, és magának a sziszkiai verdének nagyon visszaesik a teljesítménye, tehát érdekes módon például, amíg ugye a korábbi a grafikonon láttuk, hogy Sziszkia egyeduralkodó a Pannóniában, a leletanyag kétharmada a Verdéből származik, eltűnnek a pénzek. És amik pénzek vannak későbbiek, azok inkább nyugati Verdékből, Arelate, Aquilea, Róma származnak,
Nem tudom értelmezni, nem tudom, hogy mi történik, de valami nagyon éles cezúra van. Ez a másik probléma, hogy akkor a hadseregnek a fizetése hogy zajlik, mert pont ezekben a rézapró pénzekben, amit milliárd számra lehet találni, történtek a kifizetések, legalábbis itt ezen a területen valószínűleg, mert ez is tökkel egyáltalán nem találkozni, vagy minimális szinten a Dunavidéken, hogy akkor esetleg terményben, vagy valami más módon fizethették a hadsereget. Ez mind-mind olyan kérdés, ami az éremhatározáson és a numizmatikán túlmutat, tehát ez is majd esetleg az összefogásra lesz szükség. És igen, köszönöm szépen a figyelmet.